Korszerű, kis sugárterhelésű fogászati röntgengépet adtak át ünnepélyes keretek között Soroksáron. Az eseményen Geiger Ferenc, a 23. kerület polgármestere és dr. Csima Alfréd, a dr. Nádor Ödön egészségügyi intézmény orvosigazgatója mondott beszédet. A rendezvényen Orbán Gyöngyi Soroksár alpolgármestere, Fuchs Gyula Pál és dr. Kolosi István önkormányzati képviselők, valamint Barga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló is részt vett. Az ünnepséget szalagátvágással és pezsgős kocintással zárták. A ceremónia után Soroksár polgármesterével és az egészségügyi intézmény orvosigazgatójával beszélgettünk. Mekkora keretből szerezték be az új CT-gépet, és mit tudhatunk erről az eszközről, illetve hát az egészségügyel kapcsolatos véleményéről? Ez a mostani beruházás talán már lassan két éve született testületi döntésnek a végrehajtása. 37 millió forintba került maga a fogászati röntgen és egy CT-gép. Ez egy panoráma röntgent tud csinálni. A probléma a régi géppel az volt, működött most is, de az volt, hogy ez nem tudott egy teljes, komplett fogsorról képet készíteni. A régi gépet is megtartottuk, egy digitalizálót vettünk hozzá, vagy veszünk hozzá közel 1 millió forintért, és akkor azt is tudják használni. Ez egy nagyon jó lakosság felé, nagyon jó lakossági szolgáltatás, illetve az orvosoknak is, a fogorvosoknak is egy lehetőség arra, hogy ne kelljen a betegeket elküldeni másik kerületbe, röntgenfelvételre. Mi az egészségügyel kapcsolatos véleménye, illetve hát az önkormányzatnak egységesen mi az állásfoglalása az egészségügyel kapcsolatban, és milyen fejlesztések történnek, illetve várhatóak össze? Hát mi úgy gondoljuk, hogy az egészségügy egy nagyon-nagyon fontos dolog az emberek életében. Talán a közvéleménykutatásokat is figyelembe véve a legjobban ezt preferálják az emberek. Ehhez képest korábban nagyon sok pénzt valóban kivontak az egészségügyből, most szép lassan csepeg vissza pénzkeret, de nagyon lassan, és véleményem szerint ez kevés. És ezért a képviselőtestület partner volt abban, hogy az egészségügyi intézményünket el kell kezdeni fejleszteni, el kell kezdeni a lakossági szolgáltatást javítani. Az önkormányzatnak csak az alapellátása kötelező feladata. A gyermekorvosi ellátás, a házorvosi ellátás, a fogászati ellátás. A többi szakellátás az nem kerületi önkormányzati feladat, hanem korábban a fővárosnak a feladata volt, illetve most már ez állami feladat. De úgy gondoljuk, hogy Soroksáron nagy lakossági igény van arra, hogy a szakellátást is itt helyben, vagy legalábbis a nagyon fontos szakellátásokat is itt helyben lássuk el, mert a jelenlegi állapot szerint nekünk vagy a Délpesti Kórházba, vagy a 20. kerületben lévő Ady Endre utcai rendelőintézetbe kéne menni szakellátásra, sebészetre, bőrgyógyászatra. Jelenleg is működik 6-7 darab szakellátási szolgáltatás, ami nagyon fontos, a vérvétel. Nem kell bemenni a Délpesti Kórházba egy vérvételre, hanem itt helyben meg tudjuk oldani. A reumatológia, a nőgyógyászat, a fizikoterápia, a bőrgyógyászat, a pulmonológia, tehát egy jó pár ilyen szakellátást finanszírozunk mi állami támogatással, plusz saját önkormányzati finanszírozással, de még fontosabbakat, még legalább ilyen fontosakat szeretnénk, hogyha lenne sebészet is. A kollégák jelezték, hogy más egyéb ilyen jellegű szolgáltatást is szeretnének itt a kerületben kialakítani. Vannak üres helységeink, ezeknek a felújítása elkezdődött, és az átalakítása elkezdődött, és valószínűleg fogjuk bővíteni ezt a fajta szakellátást. Próbálunk sok pénzt költeni az egészségügyre, nem csak a szolgáltatásoknak a színvonalának a javítására, hanem az épületnek az állagára is. Elkezdődött ez a felújítás, a közmű vezetékeket kezdjük el elsősorban, amik itt oldalt vannak, azoknak a felújítását kezdjük el, és ezt követően nyilázzárokat már cseréltünk műanyag nyilázzárokra, ezt követően pedig valószínűleg az épület belseje és külseje is meg fog teljesen újulni. Remélem, hogy lesz pályázati pénzünk is, tehát pályázni is tudunk erre, ha nem, akkor a képviselőtestület saját forrásból biztos, hogy több száz millió forintot kell, hogy ezekre a felújításokra biztosítson majd. Ön a megnyitó beszédében említette, hogy itt a rendelőintézetben a földszinten található patika is megújult.
Valóban így van, ott én magánemberként vagyok érintett, még 1995-ben, amikor privatizálták a Forma Fontana céget, akkor a privatizációban én részt vettem, és a gyógyszerész kolléganőmmel megnyertük ezt a pályázatot, és azóta én tulajdonosként annak az üzemeltetésében részt veszek. Nem gyakorlati munkában, mert nem vagyok gyógyszerész, de a szakmai részben én is részt veszek. És elkezdtük annak a felújítását. Úgy gondoltuk, hogy egy 21. századi patikához nem illik az a régi fajta gyógyszertár, ami itt működött annak idején, ami az STK-val együtt épült a 80-as években. Tehát elkezdtük ezt a felújítást, több millió forintot fordítottunk erre, és folytatódni fog a földszinten a felújítás, ott a gyógyászati segédeszközbolt is megújul, átköltözik másik helyre, ott is a tulajdonos vállalta a felújítását ennek. És hát ennek megfelelően utána jövünk fölfelé, kicseréltük a liftet, egy vadonatúj, több 10 millió forintért új lift került beépítésre, és ezt követően pedig az épület többi része is meg fog újulni. Elhangzott az is, hogy létrehoztak egy honlapot, és a kommunikációra nagy hangsúlyt fektetnek, erről mit tudhatunk? Valóban így van. A kollégám, Gelei József kollégám, aki a polgármesteri referensem, ő eredeti szakmája újságíró, és az egészségügyi intézményre is hatással volt a mi úgynevezett Facebookos polgármesteri fogadóránk. Kitaláltuk, hogy az egészségügyi intézménynek is legyen egy saját olyan honlapja, ami ugyanúgy a Facebookon elérhető, amire mindent fel tudnak tenni, mindenféle tájékoztatást meg tudnak adni a lakosoknak, a szolgáltatások körét is be tudják mutatni. És nagyon érdekes módon tegnap készült ez el, és egy éjszaka alatt közel 700-an nézték meg, és mentek rá erre a honlapra. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy kommunikációban is a 21. századhoz jussunk el, és annak megfelelően dolgozzunk. Milyen eszközt szereztek be, és mi történik a régi géppel? Ez egy új kis röntgenterhelésű, kis röntgensugárterhelésű CT-készülék, ami tulajdonképpen a fogászati diagnosztikán kívül egyéb diagnosztikai eszközként is használható. Belső fülfelvételre, regionális koponya felvételre. Ez egy nagyon korszerű készüléknek számít, abba különbözik az egyébként létező CT-készülékektől, hogy, mint mondtam, kis röntgenterhelést biztosít, és tulajdonképpen a vizsgálatok többször ismételhetők, és a betegre sokkal kevesebb káros hatással van. A régi készüléknek örültünk, hogy van, viszont fel kellett egy kicsit újítanunk a felállását ennek a készüléknek, ugyanis az általa készített képek feldolgozásával volt a baj. Nem volt részletgazdag, nem tudták kellően értékelni ezt a fogászok, ezért vásároltunk hozzá egy olyan digitalizáló készüléket, ami kapcsolódik ehhez az új CT-készülékhez vezérlés szempontjából, tehát gyakorlatilag egy vezérlőközpontból megoldható, és így már részletgazdag éles képeket tud a régi készülékünk is csinálni. Ha kell a betegnek adva egy CD-lemezen, ha kell elküldve interneten a kérő orvos számára. Ön a beszédében említette, hogy nagy újítások és tervek vannak. Melyek ezek? Ez az önkormányzat tényleg 2017 elején kifejezte azt, hogy az egészségügyre nagyobb figyelmet szentel. Ez egy életem a kiválasztott ahhoz, hogy ezt végrehajtsam, és egy teljesen új csapatot választottam ehhez, egy olyan embereket, akik tényleg lelkesen vetik magukat a munkába, és azt a célt tűztük ki, hogy innét az elégedett beteg távozzon csak. És csak ilyen legyen, hogy elégedett beteg. Na most nyilván ez egy nagyon nagy átalakítást igényel, ami rögtön nem megy. Itt szakrendelőket szeretnénk, szakrendelési időszakokat szeretnénk létrehozni, és szakrendeléseket bővíteni. Rendelő átcsoportosítással szeretnénk az alapellátást úgy kiszolgálni, hogy kulturáltabban lássák el azt a 70-80 beteget, aki naponta náluk megjelenik. Illetve olyan új vizsgálati dolgokat szeretnénk bevezetni, amire már megvan az eszközünk, például korszerű ultrahang készülékünk van, csak nincs hozzá orvos, aki ezt kezelje. Ennek a beszerzése időzőjelbe folyik. Tulajdonképpen tárgyalok már egy-két emberrel,
Sajnos orvos nincs sok ebbe az országba, aki itt marad, idejük is nagyon kevés, de azért remélem, hogy meg sikerül egyeznem majd olyan emberekkel, akik régi ismerősök is, és szívesen ellátnák ezt a feladatot, hiszen egy soroksári beteg az, tudom én, egy hónapot vár egy ultrahang előjegyzésre, mi azt heti 2 vagy 3 alkalommal, ha be tudnánk vezetni, ezt lényegesen le tudnánk csökkenteni, ezt a várakozási időt. A beszéde végén elhangzott az is, hogy azt szeretné, hogyha a soroksári rendelőintézet az egy mintaintézménnyé válna. Igen, ennek az első lépése lesz majd ez a betegbehívó előjegyzéses rendszer, ami kicsit nehezen szültük meg, ahogy mondta a polgármester úr. A sok ajánlat közül kiválasztottuk azt, amit egy orvos fejlesztett ki. Nekünk ez kell, mert ő látja, hogy ez hogy működik igazából egy rendelőbe. Ezt a rendszerről mi lekértük most a műszaki adatokat, úgy néz ki, hogy meg is tudunk velük úgy egyezni, és rendelőintézeti szinten ez lesz az első rendelő az országban, ahol ez működni fog. A betegnek nagyon sok lehetősége van, lesz mágneskártyája, amivel időpontot tud kérni, interneten elérheti a rendeléseket, tehát számtalan olyan eszköz, módszer lesz, amivel ő a várakozás idejét le tudjuk rövidíteni. Nyilván mi gondolunk arra, hogy ez egy új rendszer, technika, ugye számítógép, stb. Idősek, vagy éppen akik nem értenek igazából ehhez, szokatlan lesz ez, ezért tervezünk egy olyan recepciós központot lent a földszinten létrehozni, segítő munkatársal vagy munkatársakkal, akik segítik majd a betegeket ennek a dolognak a megismerésének, és gyakorlatilag talán megszokják úgy a soroksáriak ezt, és élvezik ennek az előnyeit. Tehát ez az egészségügy, ami most látható, nagyon nagy fejlesztésekre szorul. Mi itt Soroksáron megpróbáljuk ezt megkezdeni. Reméljük, hogy nem vallunk csődöt és sikertelenséget ebbe. Reméljük, hogy menni fog ez az egész dolog. 5 év múlva beszélgessünk erről, akkor jár az a ciklusom, hogy mit sikerült elérnünk. Nyilván azért az tudni kell, hogy sok függ a pénzen. Tehát minden úgy kezdődik, hogy pénz. Az önkormányzat pénztárcája se végtelen, az állam pénztárcája se végtelen. De talán itt megértették ebbe a kerületbe, hogy az egészségügy nagyon-nagyon fontos az emberek közérzetének a javításában. Hogy jó érzéssel mehessen el az orvosához, jó érzéssel távozzon, esetleg jó érzés legyen az, hogy ő meggyógyul, és elvigye a jó hírünket más kerületekbe is.